Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót, a mikrofonnál Bai Kamilla, és a mai adásunkban arról fogunk beszélgetni, hogy az utóbbi évben körülbelül 300-ra nőtt azoknak a csecsemőknek a száma, akiket otthagynak szüleik a kórházakban. Ennek kapcsán fogunk beszélgetni a korai személyiségfejlődésről és az örökbefogadásról mai vendégemmel, tapasztó Orsival. Szia Orsi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást! Szia, köszönöm szépen! Nos, hát nem győztem kiedzetelni, hogy hogyan konferáljak fel, hiszen olyan sokrétű tevékenységet folytat, a fizikustól elkezdve a mentálhigiénés szakemberen át, az influencerig, sokan talán a nem akarok beleszólni Instagram oldalról is ismerhetnek, lelkes követője voltam, és szerző is vagy, művész, önkéntes, és nem mellesleg örökbefogadó édesanya. Talán Nem. a legfontosabb. Igen, köszönöm. <gül> <gül> Igen. És uh, mielőtt rátérnénk a fő témánkra, egy kicsit mesélne nekünk a utadra, hiszen olyan szép idő ez a pálya, hmm. hogy mik voltak benne a fordulópontok, és mi az, ami a leginkább önazonos neked? Hmm. Hát. Um... Az első fordulópont az, az nagyon korán bekövetkezett, amikor fizika tanárból átnyergeltem a kutatói pályára, és, és a, szívemben mindig tanár maradok, de, de ez így alakult, hogy jött egy lehetőség, és akkor, és akkor muszáj volt kipróbálnom azt, hogy úristen, hogy, hogy milyen a kutatás, és, elkezdtem a műszaki kerámiákat kutatni, és ebben benne is ragadtam egy olyan 15-16 évig, és aztán közben jött a COVID. Mm. Tehát a COVID volt az, ami, ami szerintem nagyon sokunknál így adott időt arra, hogy átgondoljuk, és megálljunk egy picit, és hiába érezte addig az ember, hogy így valami lehet, hogy nem az igazi, vagy vagy jó ez, mert hogy abszolút imádtam amúgy kutatni, de ott volt egy hiányérzet, és a, ez a, ez a, az a két-három év volt az, ami, ami nekem nagyon sokat segített abban, hogy át tudjam gondolni, hogy akkor merre tovább, és ott született meg az, a, az az elhatározás, vagy inkább úgy mondom, hogy ott tudtam megfogalmazni azt, hogy mi az, ami hiányzik, és ott tudtam ezt egy picit letisztázni magamban, és és én nagyon-nagyon jó barátnőmtől hallottam a mentálhigiénés képzésről a sotén. És ez így, amikor az ember így csak egy, csak egy infomorzsát így, így elcsíp, és, és, az úgy beragad. És ez nagyon érdekes szerintem, és hogyha az ember eleget figyel befele, um, akkor azt így el, elkapja azt, a, azt, a, azt hogy ott, ott, valami ott beakadt, és valami ez engem foglalkoztat, és így voltam én a mentál szakkal, hogy utána, elkezdtem utána nézni, és megszületett bennem ez a, ez a, meggyőződés, hogy jó, akkor el kell indulni egy másik irányba, és szuper volt, hogy ezt párhuzamosan lehetett csinálni. Tehát ez ugye felnőtt kép, képzés, um, ezt lehet munka mellett, család mellett, úgyhogy nem az volt, hogy annyira azért nem vagyok bátor, hogy hogy mindent mindent feladtam, és akkor bele az ismeretlenbe. Uh, sajnos nem ez a típus vagyok. Kellett így párhuzamosan haladjon a kettő egymás mellett, és most már nagy részt um, nagy részt mentálhigiénés szakemberként dolgozom, és klienshezem, és csoportozom, és, és kérdezted, hogy az, az ön azonosságot miben talált, ebbe. Ez, ez okoz igazán örömet, és mondom, azzal együtt nagyon érdekes ez, hogy a kutatói pályában is nagyon sok um, sikerélményem, és boldogságom volt, tehát ugye tök jól éreztem magam, de ez az, ami, amiben úgy azt érzem, hogy oké, okay, megérkeztem. És ez a két terület, mm. a fizikai és a mentál ez látszólag egyáltalán nem függ össze, de mégis egy korábbi interjúban te összefüggésbe hoztad ezt a kettő területet, az atommag belsejét említetted. <laughs> <laughs> Kifejteni ezt egy kicsit bővebben? Úristen, mit, is, mit, mit nyilatkozhattam? Én nem, jó, ez most így próbálom visszahozni. Igen, az a helyzet, hogy, hogy nagyon szerettek párhuzamot húzni a fizikai jelenségek, nem mindig megy, mert nyilván ez nem mindig egyszerű, de hogy a fizikai jelenségek és a lélek működése között. És szerintem az atommagban is én a a magerőről beszélhettem, hogy amikor ott van a pozitív és a negatív részecske az atommagban, és azok, hogy ne, dehogy is, tehát ott vannak pozitív részecskék az atommagban, amik úgy, ugye, azok itt taszítaniuk kellene egymást, és mégis ott van a magerő, ami egybe tartja ezt az egészet, és nem esik szét az atommag, és hogy ez egy Varázslat, hogy úristen, hogy nem esik szét, és hogy, hogy ezt a mentális egészséggel hoztam párhuzamba, azt hiszem ez volt ebben az interjúban, hogy, hogy, a mentális egészségünk az, ami, ami a feszítő érzéseinkkel ellentétben minket tökéletesen egyben tud tartani, hogyha foglalkozunk a mentális egészségünkkel. Igen, voltak ilyenek, de hát a gravitációs tértől kezdve, hogy például az a családhoz hasonlít, és hogy mindenkinek van egy ilyen gravitációs tere, ami behúzza, és az, ami családunk, és az ugye nem mindig kellemes, és akkor mit csinálok ezzel a gravitációs tere? Szóval, hogy, hogy és akkor ott a terápia van, különböző Módszerek, amit az ember kezdett az életével. Igen, ezek ilyen izgalmas dolgok, hogy az ember azt írja, hogy tök, egymástól teljesen, persze, hogy füge, nyilván független területek, de hogy lehet ilyen nagyon szép párhuzamokat vonni. <sínt> és ez mellett, a tudományos oldalad mellett, azért neked van egy gondoskodó anyai éned is. A férjettel örökbe fogadtátok a kisfiatokat. Üm, mi volt az a pont, amikor emellett döntöttetek, és ez egy komoly dilemmát okozott, vagy egészen egyértelmű volt? Hát. Um nagyon érdekes volt, mert, mert évekig úgy voltunk vele, hogy ha majd jön a gyerek, akkor, akkor jön. Tehát, hogy nem, nem erőltettük a dolgot, vagy hogy nem mentünk el a falig, nem, nem, nem lombikoztunk például. Ez így mindig egy ilyen, egy ilyen erős érzés volt bennem, hogy az nem az utam, azzal együtt, hogy fizikusok vagyunk, és elég erősen hiszünk a tudományban, és nincs ellenünkre a lombik, de hogy valahogy éreztük, hogy, hogy nem, nem, valamiért nem erre kell mennünk. És, és, az én életemben, és hát mondhatom azt, hogy mindkettőnk életében egy, egy elég erős, traumatikus élmény volt, amikor édesanyám nagyon hamar elment, néhány hét leforgás alatt, ez ugye a férjemet is megviselte engem aztán meg pláne, és ez egy olyan megélés volt, ami azt hozta, hogy hogy ez az, hogy az élet véges. És, és ugye ezt tudjuk, meg ezt mindannyian tudjuk, persze, hogy tudjuk, hát telik az idő, hát persze, és, és, és mindannyian ugyanarra tartunk, de hogy amikor, amikor, történik egy ilyen megélés az ember életében, akkor ez valahogy tudatosul benne. És akkor, mint hogy így felébredtem volna, hogy úristen, nekünk nincs, nincs, több időnk várni, hogy hát majd összejön, vagy esetleg összejön, vagy nem, és akkor majd lesz valami, és akkor így kitisztult, hogy, hogy de én szeretnék gyereket, és, és telik az idő. És, és, és eznek egyszer vége lesz, és, és, és lehet, hogy kifutunk az időből ugye az örökbefogadás esetében az ember kifut az időből, és, és anyukám halála után nem sokkal be is sétáltunk a, a tegyeszhez, és beadtuk a papírokat örökbefogadásra, és az volt a nagyon érdekes, hogy, hogy a férjem is ugyanezt érezte. Tehát rá is ez a megélés, az anyukámmal, ami történt, ugyanezt, a, ugyanezt kapcsolta be. Akkor ez egy teljes összhangban Abszolút, volt, abszolút, de? igen. És így, így két év után érkezett hozzánk a fiunk. Ez csodálatos, és <há> hát én még nem vagyok édesanyja, de tudom, hogy amikor megfogan egy gyermek, akkor kilenc hónapja van a családnak arra, hogy felkészüljenek lelkileg, mentálisan, mindenhogyan az érkezésére. Nálatok ez egészen másképp alakult, hiszen egy telefonhívásra váltál édesanyával, és át kellett kapcsolnod anyuka üzemmódba. Te ezt hogy élted meg lelkileg? Ó, hát ez, ez szerintem a legtöbb örökbefogadónál um, egy nagyon izgalmas, és, és sokszor nehéz időszak, mert mert ez nem jön csettintésre, persze. És nagyon sok barátnő is beszámolt ugyanerről, akik biológiai úton lettek anyukák, hogy még akkor se jön hogy hogyha ott kilenc hónapig persze kialakul egy kapcsolódás, de mégis nagyon sokszor a, a gyerkőc megszületése után. Pont ahogy az örökbefogadóknál is, hogy... Um, hogy azért, mert kapunk egy határozatot, hogy akkor, te, mert ugye kapunk egy határozatot, hogy alkalmasak vagyunk a gyerekvállalásra, és akkor ott szépen le van írva a pszichológiai minden, tehát hogy minden alapján akkor mi megfelelőek vagyunk, papírral együtt nem jön az az érzés, hogy akkor én, na, tehát akkor itt köszönöm ezt a papírt, akkor ez kezdve anyának érzem magam. <laughs> és az a helyzet, hogy nekem egy olyan 6-9 hónap, tehát hogy egy ilyen nagyjából majdnem egy terhesség hossza mm. kellett ahhoz, onnantól kezdve, hogy a fiunk már velünk volt, hogy, hogy igazán meg tudjam határozni, hogy ja, hát ez már az anyaság érzése. Mert az úgy bekúszik olyan észrevétlenül, és az ember azt várná, hogy az berobbanjon. De nem robban be, csak egyszerűen az anya, az anya hogy is mondjam, így kialakul ez, a, ez az érzés az emberben, a nőben, és ugyanígy a, a férjem is hasonló, hasonló dolgokról számolt, be. nagyon érdekes volt, a férjem sokkal hamarabb érezte magát apának, mint én anyának, és ezt is sokszor hallom, hogy, hogy a nők ezt lehet, hogy egy picit túl. Hát én ezt így túl gondoltam, hogy én, én vártam a nagy tűzjátékod. Azt hiszem, hogy ezzel nem lennél egyedül. Igen. Talán itt be is hoznám akkor az aktuális témánkat. Egy kicsit most a mentálhigiénés és énedet venném elő. Pár hete felkapott a médiában, amúgy egyébként régóta létező jelenség, hogy rengeteg újszülöttet otthagynak a kórházakban, ez a szám folyamatosan nő, és az utóbbi évben kb. ez ott hagyott csecsemőt jelent, és a személyiségfejlődés szempontjából, a korai személyiségfejlődés szempontjából nagyon kritikusak ezek az első évek, és hát ezek a babák kortermi szobákba töltik az életük első néhány hetét, hónapját, míg a gyámhivatal próbálja őket családoknál elhelyezni, és... Öm, az lenne a kérdésem, hogy ez milyen hatással van az érintett babák személyiségfejlődésére, akár az elsődleges kötődési személy hiányára, a túl sok ingerre, vagy az ősbizalom kialakulására? Mm. Hát ez nem egy vidám történet. Um, nyilván borzalmas, ami, ami ezekkel a babákkal történik. Azt hiszem, hogy az egyik legborzalmasabb, ami történhet velük, hogy, um, hogy sírnak, és nem kapnak rá választ. És amikor egy baba sír, és, és nem kap rá választ, akkor igen, ahogy mondtad, ahogy behoztad az ősbizalom szót, az ősbizalom az, ami sérülni fog uh, hosszú távon. Um, ugye a babák, azok um, nincs más eszközük, csak a sírás. És um, és ezzel próbálnak jelezni, hogyha fáj valamiuk, hogyha éhesek, hogyha fáradtak, hogyha ölelésre vágynak. Tehát, hogy minden, bármilyen hiányérzetük van, azt, azt a sírással jelzik. És kórházban fekvő csecsemők esetében megfigyelhető az, vagy akár nevelő otthonokban fekvő csecsemők esetében, akikre nem jut elég gondozó, ugyanaz a történet, hogy hogy borzasztó sokáig nagyon kitartóan uh, csillapíthatatlanul uh, sírnak, hogyha a, 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 hogy is mondjam neked, a, a, a szükségleteik nincsenek kielégítve, és hogyha, ne Isten oda megy egy gondozó, és megpróbálja megnyugtatni, amikor már egy baba nem kapta meg azt, amire szüksége van, borzasztó nehezen nyugtatható meg. És tényleg ezt erről anyukák számoltak be, és én is nagyon-nagyon sok üzenetet kaptam ezzel kapcsolatban, hogy anyukák a saját gyerkőceikkel voltak kórházban, és végignéztek ilyen jeleneteket, hogy nem, nem, értették, hogy mi ez, a, mi ez a borzalmas sírás. Tehát, hogy ezt anyaként is nagyon nehéz hallani, hogy egy szomszéd korteremből egy vagy több csecsemő legtöbbször több csecsemő folyamatosan sír. És, és, akkor kapták az információt, hogy nevelő otthonos csecsemők, vagy kórházban hagyott csecsemők. És, és mondták ezek az anyukák, hogy ezt hallani, azt a tényleg, hogy, hogy nem, ez a nem adom fel. Tehát, hogy mintha az életemért küzdenék. Igen, ám, csak mivel nem kapják meg azt a törődést, eljön az a pillanat, hogy feladják. És, és bekövetkezik az az állapot, hogy, hogy a csecsemő már nem reménykedik. Azt szokták mondani, hogy addig jó, míg sír, mert addig reménykedik, van benne egy remény, hogy, hogy itt valaki jönni fog, és majd vigyáz rám. De az a pillanat, amikor feladják ezt a, ezt a próbálkozást, az már az a, az a pont, hogy, hogy feladta a reményt. És, és itt teljesen befordul. És erről én is be tudok számolni, ezen az én fiam is átesett, um, mielőtt kiemelték volna a biológiai családja mellől, és bekerült volna a az állami rendszerbe ő szerencsére nevelő családhoz került. Az én fiam is átesett ezen, és a nevelő család elmondta, hogy hosszú hónapok kellettek ahhoz, hogy ezt a gyereket kihozzák ebből az állapotból, hogy ő csak néz maga elé, vagy fekszik, és nézi a plafont, és nem kapcsolódik a környezetével, mert, mert annyira megszokta azt, hogy hiába kapcsolódom, nem történik semmi, és nem akarok kapcsolódni, mert mi van, hogyha a következő pillanatban úgy is elfordulnak tőlem, tehát hogy semmi értelme nincs, és hónapok kemény munkájába került az, hogy, hogy például az én gyerekemet is ebből az állapotból kihozzák. Tehát nem az a helyzet, hogy nem hozható ki a csecsemő abból az állapotból, de borzasztó hosszú távon ez, hogy az ősbizalom hát összeomlik teljesen, és a sérül az, azt gondolom, hogy egy finom szó, hogy sérül az, önbiza, az ősbizalom, hosszú távon um, nagyon rossz hatással van a, az ember fejlődésére, személyiségfejlődésre fejlődésre, és persze már kisbaba kortól kezdve. Ezt is akartam Következő uh -huh. témának felhozni, hogy látszólag minden rendben van, mert csendben van, de a későbbi életükre ez milyen hatása lehet, akkor is, hogyha egyelőre nem látszik semmi ebből? Az a helyzet, hogy hogy itt um, kicsit kis, kis kitérő, hogy látszódhat. Tehát, hogy csecsemőkorban uh -huh. is vannak azért jelei, lehetnek jelei a, a kognitív fejlődésben, a, a mozgáskoordinációban, az idegrendszeri fejlődésben. Tehát már ott is észrevehető, hogyha, hogyha vannak elmaradások, vagy vannak másféle működések, ami nem a normális. És keretek közé sorolható, az lehet annak a, annak a következménye, hogy az elhanyagoltságnak a következménye. Például az én gyerkőcömből is elmondható az, erről nem gyakran beszélek, de, de most itt szívesen elmondom, hogy, hogy körülbelül egy évvel volt um, a kortársaihoz képest egy évvel volt lemaradva. De hogy ez így cakra, tehát akárhova orvoshoz bevittük, rögtön három éves gyerkőc volt, ugye első orvosi vizit, um, és ú, uh, de cuki, két éves? Jaj, de aranyos két éves, és, 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 és ezt nagyon sok helyről megkaptuk. Úgy, Jaj, de olyan két év körüli, és hogy nem három éves, de magasságra, mozgáskoordinációra, beszédre, tehát pontosan úgy viselkedett, mint egy, mint aki egy évvel le van maradva, tehát, hogy már nagyon tehát kisgyerekkorban is ennek vannak jelei. Az, az a jó hír, hogy ez gondoskodással, szeretettel, biztonságérzettel nagyon nagyon gyorsan, tehát az elképesztő volt, ahogy az én fiam is körülbelül egy év alatt hozta be az elmaradását és most a legmagasabb gyerek az osztályban. Tehát, hogy a, magasságban is, meg ügyességben, meg mindenben, tehát, hogy borzasztó gyorsan behozzák, jó esetben, ezek a gyerkőcök, de, de ahhoz tényleg az kell, hogy teljesen biztonságban érezze magát. Ami pedig, ami pedig felnőtt korban történik, én, csináltam egy jegyzetet, bocsánat, mert annyi minden történik, hogy nem akarok semmit kihagyni, vagy nagyjából így, amik a legfontosabbak. Például ezek, az, ezek lesznek azok az emberek, akik gyanakvóak lesznek, félénkek lesznek, és egy ilyen bizonytalanság uralja az ő személyiségüket. Miért van ez? Ez azért van, mert ugye csecsemőkorban hozzászokok ahhoz, hogy ö, én nem számítok. Tehát, hogy én, én megélem az elhagyatottság érzését. Ugye ezek a gyerkőcök, azt még fontos elmondani szerintem, hogy egyrészt traumatizálva vannak azáltal, hogy elkerülnek a biológiai anyukájuk mellől. Ez egy borzasztó trauma. Tehát itt már, um, itt már sérült az ősbizalom. anya, aki engem megszült, az engem elhagyott. Akármilyen oka van ennek, és nagyon sokszor tök érthetőek ennek az okai, az a, az a magára hagyott csecsemő azt éli meg, hogy én már nem kellettem. Tehát ott van már egy óriási törés. És aztán ez lenne a rendszer feladata, hogy ezeket a traumatizált babákat, vagy akárhány éves gyerekeket, mert ugye akárhány éves korba elszakíthatják az anyukájától. -hogy, hát, hogy a lelküket gyógyítsák. Tehát a rendszernek ez lenne az elsődleges feladata, és hogy lehetne ezt gyógyítani? Olyan gyógyító kapcsolatokkal, mint például a saját gondozójával, öm, a, a, az a kapcsolódás nem kell ahhoz anyukának lenni. Tehát, hogy nem kell, nem kell ahhoz feltétlen egy anyuka, ahhoz tökéletesen százszor jó a semminél egy egy gyógyító kapcsolat. És, öm, és ugye, hogyha ezt nem kapják meg, akkor megélik azt, hogy Hát én akkor itt hiába, tehát hogy én, én, nem érek semmit, és akkor van ez, hogy az emberből egy gyanakó felnőtt lesz egy félénk, egy bizonytalan, mint hogyha azt a következtetést vonnák le ezek a gyerekek, hogy, hogy, hogy nekem mindig résen kell lennem. Tudod, ez a, ez a, folyamatos készenléti állapot, hogy nem tudhatom, hogy honnan támadnak. Hogy az őzikék isznak. Pontosan, pontosan. Bármilyen új életszituációba belépek, bármilyen, mondjuk legyen egy új munka, vagy egy új iskolát kezdek, vagy egy ismeretlen közegbe vagyok, akkor nagyon-nagyon félek. Ott van egy alapfélelemérzés, egy ilyen bizonytalanság. Um, egy, egy, egy nagyon magas fokú türelmetlenség a, a váratlan dolgokkal szemben. Igen, ez is megfigyelhető az esetükben. A kontrollnak a túlerősödése belőlük lesznek, a lehetnek. A, a, kontrollmániások, akik ugye mindent kontrollálni akarok, annak érdekében, hogy biztonságban érde. Ugye mindenhonnan a biztonságérzetemet akarom erősíteni. És ez, ez, ezt például azzal erősítem, de szerintem ezt az is átérzi, aki, akiben nem sérült az ősbizalom, hogyha tudom kontrollálni az életem, na az akkor nekem egy, akkor egy, egy erőt ad. Ezekben az emberekben ez, ez fokozottan jelen van. Mm, nincs egy olyan bizalom bennem, hogy Ugye az ős bizalom az azt jelenti, babakorban, hogy hiszek a világ jóságában. Hiszek abban, hogy a világ, ami engem körülvesz, ez egy jó hely. Hogyha én sírok, akkor kapok egy vállalat, Tehát jó a világban, benne egy jóság jön, és vigyáz rám. Na és ez, ez, amikor elveszlődik, hogy a világ egy jó hely, akkor felnőttként nem fogok abban bízni, hogy nyugi, minden rendben lesz. Tehát ezt nem tudom elhinni. Ezt nem tudom magamnak se mondani, um, és mástól se tudom ezt elfogadni, hogy nyugi, de hogy lesz minden rendben megőrült? Tehát úristen, mert hát ugye nekem már volt egy borzasztó megélésem, egyszer, amikor elszakítottak az anyukámtól, aztán amikor hónapokig, akár évekig úgy nőttem fel, hogy nem figyeltek rá, hogy, hogy mondhatod nekem azt, hogy minden rendben lesz, mikor én ennek pont az ellenkezőjét tapasztaltam meg, és ez érthető. Szóval um, nem sorolom tovább, írtam itt fel pár dolgot, de ugye érezhető, hogy, hogy egy ilyen borzasztó bizonytalanság érzés, és egy ilyen, egy ilyen folyamatos készenléti állapot, és nincs az a belső, nyilván mindannyian frusztráltak vagyunk, stresszesek vagyunk, szorongunk, tehát hogy ez, ugye, ez az általános, de ezekben az emberekben ez egy ilyen nagyon mélyre gyökerező Um, félelemérzés, bizonytalanságérzés az, ami megfigyelhető, és akkor még egy zárójel, hogy én fizikusként azért mindig el szoktam mondani, hogy a pszichológia az nem egy exakt tudomány. Tehát a pszichológiában ezek a megfigyelések, ugye, amiket most elmondtam, de, de ez egy skála. Tehát én Ugye borzasztóan kíváncsi leszek, hogy az én gyerekemben például, vagy a barátaim gyerekeiben, akik szintén örökbefogadó szülők, ugye sok ilyen ismerősöm van, ezekben a gyerekekben nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog ez kiütközni, mi lesz rajtuk le, igaz lesz ez, vagy mert ez, mert ez egy skála, és a pszichológiát azt nem lehet laboratóriumi, laboratóriumi körülmények közt lemérni, mint egy fizika kísérletet, és akkor tessék száz százalék, hogy ez az eredmény. Nem, mert mindenkinek más a lelke, mindenkire másképp hatnak ezek a behatások, és ezek az általán általános megfigyelések, amiket elmondtam, de nyilván minden ember más, és minden lélek másképp működik. Úgyhogy ezt is tegyük hozzá, hogy ez, ez egy ilyen általános igazság, de, de, hogy ez egy skála. Tehát, hogy ez majd mindenkinél kiderül, hogy éppen hogy csapódik le. És amikor ez kiderül, tegyük fel, akkor... Mi a megoldás erre, vagy hogyan lehet ezt elkezdeni kezelni? Hogyha mondjuk rájön, hogy neki ez okozta ezt a traumát, akkor ez segíthet a gyógyulás folyamatában? Hát hogyne, persze. És hát terápia, tehát hogy ez itt a, szerintem ez az a, az ügy, és ez az a pont, ahol az ember a terápiát, azt, hogy egy segítőszakembernek a segítségét kérje, azt, azt nem tudja megúszni. Tehát azért ez egy olyan, nagyon sok helyzetben azt gondolom, hogy tökéletes a naplózás, a meditáció, az, hogy a, 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 egy hitrendszer, hogyha már itt így, így tehát hogy tényleg nagyon sok olyan erőforrás van az ember életében, a, ami gyógyít. Ez az igazság. De vannak azok a traumatikus élmények, amire én azt gondolom, hogy hogy, hogy azt nem lehet megúszni. Úgyhogy persze terápiás kapcsolódásban ezt, ezt persze, hogy lehet javítani és gyógyítani. Meg ugye az, hogy az ember hova csöppen az élete, az élete során, tehát ez, amit már jeleztem, hogy ezek a gyógyító kapcsolatok, ami kialakulhat egy gondozóval, az már a, ős az ősbizalomnak a sebét csodálatosan tudja gyógyítani. De gondoljunk csak bele, hogy, hogyha nem is vagyunk örökbefogadott gyerekek, mondjuk, tehát hogy normális családban, már <laughs> családok, de hogy egy normális családban nőttünk fel. És, és hogy hogy, hogyha belegondolunk, akkor mit tudom én, hogy ott volt egy nagymama, ott volt egy nagytata, ott volt egy nagynéni, akivel olyan, akivel olyan varázslatos volt a kapcsolódás, és lehet, hogy anyával meg apával voltak feszültségek, meg nem, anya nem volt egy tökéletes anya, meg lehet, hogy apa ivott, meg lehet, hogy sokat veszekedtek, lehet, hogy mind a ketten ittak. De hát nem voltak olyan a helyzet, hogy, hogy engem onnan kiemeljenek, de, de nem volt jó otthon a hangulat, és mondjuk ott volt egy nagymama, aki tökéletesen meg tudta nekem adni azt a biztonságérzetet, amire nekem gyerek szükségem volt, és ez gyógyította azt a sebet, amit mondjuk anyának, meg apának az elhanyagolásából kapok. Tehát, hogy ez, ez ugyanígy működik, egy, egy, mondjuk egy gondozó és egy, 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 egy között is nagyon sok fantasztikus gondozó dolgozik ezek mellett a gyerekek mellett, és ezek a gondozók megadják azt, azt ezeknek a gyerekeknek, amit mondjuk családban nem tudnak megkapni. Tehát ez is a gyógyító kapcsolataink az életünk során nagyon-nagyon sokat hozzátesznek ahhoz, hogy aztán egy, egy teljes életet tudjunk élni. Magyarországon több mint ezer alkalmasági határozattal rendelkező örökbefogadásra váró szülő szeretne, nullától három éves korig közötti gyermeket örökbefogadni, és öm, szerinted hogyan lehetne ezt az egészet rendszer szinten orvosolni, hiszen itt vannak ezek a drága szülők, akik arra várnak, hogy legyen egy gyermekük, és ott van az a 300 baba a kórházakban, de mégis olyan, hogyha a kereslet és a kínálat nem tudna találkozni. Hm. Te hogy látod ezt? Nagyon nehéz és nagyon komplex kérdés ez, hogy um, ugye a gyerkőcökről egyrészt le kell mondani, Um, most már jött egy új törvény, hogy ha 6 hétig nem jelentkezik a biológiai családja a gyereknek, a babának, akit ugye kórházban hajtak, akkor az már örökbe adhatóvá, nyilvánítható. Nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy ez a rendszer még, még nem működik olajozottan, mert annyira friss még ez, a, ez, az ukász, hogy akkor az a gyerek mehet, és ugye a kórház kell jelezzen a tegyesznek, vagy a gyámhivatalnak. Nem is tudom biztosan, de a kórház kell kiadja a zöld lámpát, hogy gyertek, mert hogy, hogy ez, ez még egyszerűen, ez a gépezet még nem működik olajozottan. Ez az egyik, viszont tudunk már olyan örökbeadásokról, amelyek így történtek meg, és ez csodálatos, hogy, hogy azért működik, csak ugye ez, 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 még, ez ennek még ugye fejlődnie kell a működésének. Ez tök jó. De ugyanakkor az a helyzet, hogy, 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 ha abban a hat hétben meglátogatja az anyuka, vagy életjelet ad, vagy oda telefonál, vagy bármi, akkor az a gyerkősz nem örökbeadható. És innentől kezdve ez a folyamat megvan akasztva, hiába van ezer, vagy akár több ezer örökbefogadni vágyó szülőpár, hogyha, hogyha ezekről a gyereke, gyerekekről nem mondanak le. És ugyan itt nem csak a 300 babáról beszélünk, tehát ez a 300 baba az, akik a kórházakban vannak, és ahol már ugye miért derült ez ki, hogy ott van 300 baba? Azért derült ki, mert a kórházakban effektíve már nincs férőhely. Ugye a kórházak elkezdtek jelezni, hogy, hogy vészjelzéseket leadni, hogy, hogy itt most baj van, mert túl sok baba, tehát fizikailag nem tudjuk őket, nem azt, hogy gondozni, elhelyezni. De ezen felül nagyon sok baba él otthonokban még több baba él nevelőszülőknél. Tehát, hogy, hogy itt nagyon-nagyon, és akkor ne, ne, is beszéljünk a nagyobb gyerkőcökről, akik szintén örökbefogadásra várnak, vagy nem mondtak le róluk, és a rendszerbe ragadnak. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult uh, történet. Én nem is tudom, hogy mi lehetne uh, a, a, megoldás. Én, hogyha ott ülnék, és azt nem én hozom a döntéseket, én biztos, hogy úgy egyszerűsíteném ezt a, ezt a folyamatot, amennyire azt lehet, persze a biztonság keretein belül, tehát, hogy az egy biztonságos folyamat legyen, és igenis az örökbefogadó szülőket monitorozni. Persze, nyilván vannak alap elvárások, de hogy, de hogy hát igen, tehát hogy a folyamatnak az egyszerűsítése, illetve ez nem menne anélkül, hogy, hogy erőforrás, tehát hogy munkaerőt biztosítani erre, mert nagyon-nagyon-nagyon túlterheltek a, a gyermekvédelmen dolgozók, borzasztóan, tényleg borzasztóan elmondhatatlan, hogy mennyire leterheltek, mennyire a kiégés szélén állnak, hiába szível, lélekkel csinálják a munkájukat, ezt, ezt nem lehet ilyen, tehát ez egy borzasztó nehéz munka, ilyen gyerköccökkel foglalkozni, és... És ez tehát, hogy az, ahogy le vannak terhelve, én abszolút megértem a kiégésüket, és e, tehát én ebbe tolnék erőforrást, hogy hogy minél többen dolgozzanak ezen a területen, és ezáltal lehetne gyorsítani a folyamatokat. Ugye azért ennyire lassúak a folyamatok, mert nagyon kevesen, kevés emberük van. Meg hát hallani az ellátásban dolgozóktól, hogy. Ö az örökbefogadni vágyók is azért elég exakt preferenciákkal és kritériumokkal rendelkeznek azzal kapcsolatban, hogy kit szeretnének örökbefogadni. Ez így van. És talán ez is lassíthatja egy kicsit az Abszolút, egész persze. folyamatot. Persze. Hát mondom, a rendszert azt így az alapjaiba kellene megreformálni. A, a, ugye a preferenciák, ez is um, az a helyzet, hogy Persze, mert, mert csak fehérbőrű és szőke, és kékszemű, mm. és babakorú, tehát hogy hát nyilván a legtöbben. De az a helyzet, hogy amikor az ember nem tud biológiai úton gyermeket nemzeni, akkor akkor azért a vágy az ott van benne, hogy ő babázni szeretne. Tehát, hogy a, ez a, szóval azt gondolom, hogy ez tökérthető, hogy kisbabát akar egy anyuka, mert át akarja élni annak a, a, a át akarja egyszerűen élni azt a. Azt az időszakot. A legelejétől. Abszolút, hát hogy ne? Tehát, hogy ez érthető valahol, um, ugyanakkor mi például három éves gyereket, és nem mert, hú, mi milyen jó emberek vagyunk, <laughs> hanem egyszerűen ez így alakult, hogy mi három éves gyermekközött fogadtunk örökbe, és ez, ez teljesen egoizmus kérdése volt, ugyanis a, a tegyesznél nekünk a kapcsolattartónk elmondta, hogy ha minél nagyobb korosztályig tesszük be azt a, azt a felső határt, ugye meg kell határozni nullától, hány éves korig vállal azt a gyereket, és akkor mi a három és fél évet tettük be, és annál hamarabb fogsz gyereket kapni. Na mondjuk így is két évig várakoztunk, de nem öt évig, vagy nem négy évig, hanem két év után csörönt a telefon, hogy itt ez a kisrác most töltötte, vagy most fogja tölteni a harmadik életévét, ránézzünk az aktájára. Pah, jó, nézzünk rá. <laughs> És az ember ilyenkor nem, nem biztos, hogy á, ne, nem bizakodik, mert nem akar csalódni, ugye? És, szóval, hogy így alakult nekünk a mi gyerkőcünk. Én azt gondolom, hogy hogy, hogy ebben, amit javasolni tudok, hogy hogy... hogy Tök jó ránézni egy olyan gyerek aktájára is, aki nem csecsemű lehet. Mert lehet, hogy az ember belenéz abba a szempárba, és azt fogja érezni, lehet, hogy nem csecsemű, lehet, hogy másfél éves, és azt fogja érezni, hogy úristen. Hát ez az én gyerekem. Ő tök az. mindegy, hogy másfél éves, és nem három hónapos. Szóval, hogy azt gondolom, hogy itt a nyitottság, hogy az ollót egy picit kiemnyitjuk, az tök hasznos lehet, de azt is értem, hogy akkor ezek a szülők azt fogják érezni, hogy a csecsemőktől elesnek. Mert nyilván akkor, ha azt mondom, hogy másfél éves korig, akkor egy másfél éves gyereket fognak kiajánlani értelemszerűen, mert mindenki csecsemőt akar, és nagyobbat egyre kevesen. Szóval ez is egy ilyen nagyon nagyon nehéz sztori, illetve hadd hozzam be azt is, hogy, hogy ugye például nekem van egy egyedülálló barátnőm száz éve, és ő sokkal hamarabb örökbefogadott képzeld el, mint mi. Uh, ő volt így a, hogy is mondjam, biztos az ő példája is hatással volt mm -hmm. rám abban, hogy a, az örökbefogadás felé vettük az irányt, és um, nagyon nehéz megélnem ezt a, ezt a törvény, hogy is mondjam, a, tehát a szabályozását annak, hogy, hogy kifogadhat örökbe. Mert nekem ez az egyedülálló anyuka barátnőm, örökbe fogadott egy kisfiút, és képzeld el, hogy minthogyha őszülte volna. Tehát annyira hasonlít rá, úgy, úgy habitus, mint kinézet, tehát, hogy egymás mellé teszed, és mint két tojás, és, és nyilván ez is megnehezíti ezt a folyamatot, hogy most akkor az egyedülálló, most én elképzelem azt, hogy az én egyedülálló barátnőm ne lehetne anyuka, miközben már ugye mi vagyunk, nem tudom, hat éve szülők, akkor ő már legalább 8-9 éve az anyukája annak a kisfiúnak, uh, hát úgy belefacsarodik a szívem. Tehát, hogy ez is akasztja, mm -hmm. hogy, hogy ez ugye szabályozásilag uh, nehezítve van, igen, szóval nagyon sok mindent kellene átgondolni, és azt gondolom, hogy szakember gyerekre hallgatni. Mert ez nagyon ritka, hogy mit tudom én, behívják az SOS gyermekfalvakat, akik ugye nevelőszülőket képeznek, már nem tudom hány éve. Tehát, hogy hogy, hogy szakemberek véleményét meghallgatni, és akkor úgy kitalálni a szabályokat, azt gondolom, hogy ez, ez, ez lehetne a jövő. Végezetül pedig egy aktuális eseményre szeretnék kitérni most, hogy már mondtad az SOS uh -huh. gyermekfalvakat. Október 7-ét a köztudat az izraeli eseményekhez köti, de Kevesen tudják, hogy ez a dátum az állami gondoskodásban élő gyermekek napja is, és ezen a napon kiemelt figyelmet szentelnek nekik azok az alapítványok és szervezetek. Te is részt vettél az SOS gyermekfalvak megmozdulásán. Milyen tevékenységet folytat ez a szervezet, és miért álltál be mögéjük? Hát én nagyon-nagyon örültem, amikor ez a szervezet megkeresett, hogy akkor ők október 7-én egy ilyen figyelemfelhívó akcióval állnak ki Budapest több pontján, és, és felhívják a figyelmet pontosan erre a 300 kórházban maradt csecsemőre. Azért örültem ennek nagyon, mert ez már hónapok óta téma volt így a, így, így a különböző berkekben, hogy, hogy itt, itt egyedül sírnak, és ez, ezzel kezdjünk már valamit. És akkor ez volt az a civil szervezet, aki azt mondta, hogy jó, akkor, akkor ezzel ellen most akkor egy ilyen nagyobb volumenű megmozdulással felszólalunk az esőes gyermekfalvak azt csinálják, hogy nevelőszülőket nevelnek nevelőszülőket képeznek ki és, és helyeznek el a gyárkőcök mellett az esős gyermekfalvak már nagyon nem is tudom, már 20-30 éve működő szervezet és, és igenis az ő céljuk ezzel a hát ők azok, akik azt hiszem négy éve hozták be ezt, hogy akkor az október hét legyen a, a, a rendszerben élő a, a, a napja legyen az kórházban, nevelő otthonban, nevelő családnál teljesen mindegy, tehát a, akik a gyermekvédelemben tengetik napjaikat, és, és, ugye ez a megmozdulás, ez azért jött létre, hogy, hogy az emberekhez egyrészt eljusson ez, hogy baj van. Tehát, hogy ez már nem a megremegett a rendszer, ez már nem a veszélyben vannak a gyerekek, hanem itt már az a helyzet. Október 7-e alkalmával nagyon sok szakemberrel beszélgettem, hogy, hogy ez, már, ez, ez, ez már azon túl van, és hogy az emberek nem látják, és félő, hogy a vezetés sem látja, itt már omlik össze a rendszer. Tehát itt már az van, hogy a kórházakban nincs hol elhelyezni ezeket a csecsemőket. Azért ragadnak a kórházba, mert nincsenek helyek a nevelő otthonokban, nevelő szülők. Tehát, hogy egyszerűen kész, most itt le van fagyva minden, na most mi legyen? Úgyhogy ez, ez egy nagyon. Um, nagyon nehéz helyzet, azért jött létre ez a megmozdulás, hogy minél többekhez ez eljusson, illetve a, a toborzás miatt, hogy nevelő szülőknek jelentkezzenek emberek, ugyanis a, a minimum, ez egy ilyen nagyon optimista becslés, hogy 2000 nevelő szülő hiányzik a rendszerből. Um, a reális becslés az az, hogy, hogy lehet, hogy kétszer ennyi is van, van, tehát hogy óriási szám, tényleg ez már ez az összeomlásnak a széle, hogy, hogy egyszerűen gyerkőcöket kellene kiemelni családokból, és nem, nem lehet, tehát úgy képzeld el, hogy bántalmazó családban él egy gyerek, és nem lehet kiemelni, Elmelni, mert nincs hova elhelyezni. És az a gyerek ott van a két tűz között, hogy akkor most kisámelhető, de muszáj ott maradjon a fűtetlen, bántalmazó, minden, amit akarsz a családban, mert a rendszer nem tudja. Tehát most ez a helyzet, ezt szakemberek mesélték, borzalmas. Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy én tényleg ebbe reménykedek, és lehet, hogy nagyon naiv vagyok, hogy készül a terv. Tehát én ebben hogy valami készül a háttérben, amiről én és én se, te, se a közvélemény nem tud még, és, és egyszerűen elő fognak állni egy megoldási képlettel, mert, mert ez most egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon síralmas helyzet. Említettél még egy másik szervezetet is, akik Igen, egy tényleg. pécsi szervezetet, Igen. arról tudnál még egy kicsit mesélni? Hogyne, a pécsiek, ők a Nevetnikék alapítvány, azt hiszem, hogy hogy alapítványok, és ők már nagyon sok éve, 17 éve talán Pécsen egy olyan önkéntes szervezet, akik, akiknek szólnak a kórházak, hogyha egy ilyen csecsemő bekerül a kórházba. És akkor ennek a szervezetnek az önkéntesei bemennek a kórházba, és ezeket a gyerekeket dajkálják tényleg hosszú évek óta, Um, egyrészt szuper, hogy a kórház ezt megengedi, mert nagyon sokszor az a helyzet, hogy ugye az a protokoll, hogy külsős nem engedhetek be. Tehát, hogy, hogy ez a protokoll nincs kialakít, engedhetnék, de nincs kialakítva erre egy, egy keretrendszer, és akkor azt mondom, hogy bocs, de külsős ide nem jött Pesten, ugye ez, ez, a helyzet. Pécsen ez az alapítvány ezt nagyon, nagyon ügyesen kitaposta ezt az utat, és, és az a helyzet, hogy Pécsen nem sírnak egyedül gyerekek, nagyon durva. És ugye itt nem csak nevelőthonos gyerekekre vigyáznak ők, hanem, hanem olyan gyerekekre is, akik nagyobbak, de mondjuk a szüleik több száz kilométerre élnek, nem tudnak ott lenni mellettük, akkor ezek az önkéntesek vannak mellettük, hogy ugye borzalmas lehet egyedül egy kórházban gyerekként, szóval ez hat évesen is, tíz évesen is, nem, nem csak csecsemőként. Úgyhogy ők ezt látják el. Um, persze szuper lenne, hogyha minden városban lenne nagyon sok nevetni kék alapítvány, de azt gondolom, hogy ez egy akkora feladat, hogy ez a civileknek túl nagy falat. Én azt érzem, már hogy így nem, nem Pécsen, mert ők nagyon ugye, hanem hogy így globális, ha az országot nézem. Tehát, hogy itt tényleg egy központi megoldásra lenne szükség. És utolsó utáni kérdésem pedig az, hogy te a mentál és tevékenységeddel hogyan támogatod ezt az ügyet, milyen tabukat igyekszel ledönteni az emberek fejében az örökbefogadással és a nevelőszülőséggel kapcsolatban? Fú, hát, hát hogyha így kérdeznek akkor, hogy egy mondjuk konkrét kérdéssel megtalálnak például olyan emberek, akik örökbe szeretnének fogadni, vagy, vagy, vagy gondolkodnak azon, hogy nevelőszülők legyenek, akkor velük nyilván beszélgetni szoktam. Itt mindig nagyon változók a félelmek, ugye félelmek vannak, amikről, amikről lehet beszélni. És azt hogy mondjuk egy örökbefogadó esetében, hogy úristen, mennyit számít az, amit hoz a biológiai családjából, és mennyit számít az, amit én adok neki majd, mint az örökbefogadó családja. Mi van, hogyha a kettő nem kompatibilis az, amit hoz, és az, amit én adok neki, és akkor ott mi lesz? Úristen, általában úgy azt gondolom, hogy ez a legáltalánosabb, legtöbbször leg, elhangzó kérdés, és, és hát az a helyzet, hogy ugye megint az, hogy a pszichológia az nem egy exakt tudomány, tehát a jó ég tudja, hogy, hogy a, hogy a gének, a, de kutatások azt bizonyítják, hogy, hogy hogy, annak van óriási hatása, amiben az a gyermek felnő, az a biztonság, az a szeretet, az a, az, a kö, az a minta, amit kap. Tehát, hogy a minta, az fölül írja azt, amit én a génjeimben hordozok, és ugye... Máté Gábor szokott nagyon sokszor beszélni a neuroplaszticitásról, ezt még talán két mondatba elmesélem, hogy néhány hete volt alkalmam leülni vele egy színpadon, és bevinni egy témát, ilyen kis miniterápia kvázi közönség előtt nagyon kellemes volt. Több száz ember előtt. Bevállalós. Mesélj, Jorsi, hogy vagy ma? És, és, hát én nem bírtam ki nyilván az örökbe fogadott gyerekek helyzetét vittem be a színpadra, és ez volt a kérdésem felé, hogy, hogy az a gyerek, akiben az ősbizalom, mert ugye ez is nagyon sokszor kérdés, hogy úristen, hogy miféle, miféle, felnőtt lesz ebből, te jó ég. És ezt a kérdést vittem be, hogy, hogy ez az örökbefogadó szülőknek a félelme. Tehát legyünk őszinték, mindannyian félünk attól, hogy az milyen hatása lesz a gyereke életére. És pontosan tudom azt, és az előadásában beszélt is erről ott helyben is Máté Gábor, hogy a, hogy őt is elszakították az anyukájától a háború alatt 6 hétre. És ez az egész életére rányomta a bélyegét, hogy 6 hétig ő nem elhanyagolásban, nem, nem rossz körülmények között, csak egy másik idegen nővel volt együtt, mert, a, mert ott volt biztonságban is, nem az anyukája mellett. És um, és pontosan ezért is tettem fel neki ezt a kérdést, hogy az az gyerek, például az enyém, aki három évig nem volt mellettem, na arra milyen hatással lehet, majd mondjon valami biztatót. És, és az első kérdés az volt, hogy hogy van a gyerek. És mondtam, hogy nagyon jól. Akkor visszakérdezett, hogy mi a probléma, ó, Na no, jó, 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 azért, azért erről egy picit, azért erről egy picit beszéljünk részletesebben. És akkor, és akkor a neuroplaszticitást hozta fel. A neuroplaszticitás az az agyunknak egy olyan képessége, hogy képes változni. Tehát képesek vagyunk átírni, áthúzalozni, most nagyon leegyszerűsítve. A, az agyunk, az képes áthúzalozni magát annak függvényében, hogy milyen behatások érik. És ezzel nyugtatott engem Máté Gábor, és remélem, hogy nagyon sok örökbefogadó szülőt, hogy um, oké, okay, hogy sérül az ősbizalom, oké, okay, hogy történnek traumák, de hogyha az a gyerek egy adott pillanattól kezdve elkezdi megtapasztalni a biztonságot és a szeretetet, és azt a közeget, ami, amit nulladik perctől kellett volna tapasztaljon, az, az, hát az gyógyít, amiről már beszéltünk, hogy a gyógyító kapcsolatok és a gyógyító közeg. És, um, és, és a, ezt mondta, hogy ha most jól van az a gyerek, akkor legyek szíves, és nyugodjak meg. <gül> <gül> és, és, hogy igen, a neuroplaszticitás. Szóval ilyen kérdések szoktak jönni, ami bennem is kérdés, meg minden örökbefogadóban, és hát ilyesmiről szoktunk beszélgetni. Tapasztalás, nagyon szépen köszönjük. A kedves hallgatóknak és nézőknek is köszönjük a figyelmét, látásra! Viszlát, köszönöm.